Sziasztok, Mala vagyok, és nem, ez nem az észak-koreai híradó, pedig a kép az eléggé hasonlít rá, hanem igyekeztem összeszedni mindent, amit tudni lehet a wuhani koronavírusról, és az gyakorlatilag egy wuhani utcalátkép, ami a napokban készült, és látszik, hogy mennyire rengetegen járkálnak mostanában arra felé. No! Mit lehet tudni erről az egészről? Hát talán kezdjük ott, hogy honnan indult. Ez 2019. decemberében pattant ki ez a történet, méghozzá egy remek kis wuhani piacon, ahol főleg vadhúst, élőállatot és mi egymást árultak. Nem akarok, mit tudom én, túlzásokba esni, bár nagyon durva képek rohangálnak a neten, hogy hogy nézett ki ez a piac, és nekem is megvan a véleményem róla, hogy mennyire lehetett ez higiénikus, de mivel ezeknek piszkosul nem tudok utána járni, és mivel tudjuk, hogy minden, ami a neten megjelenik, az szinte biztos, hogy 100%-ig igaz, ezért inkább ebbe bele sem mennék, hogy hogy néz ki ez a piac, és nem is kerestem róla netes képet. Mindenki azt hisz a neten, amit akar, én igyekszek a tényekre szorítkozni. Nos, maga a vírus az gyakorlatilag nagyon régóta jelen van. Annyi volt az előnye, hogy eddig állatról nem terjedt emberre. Na, sikerült ezt valahogy összehozniuk 2019. decemberében ezen a wuhani piacon, aminek egyébként a legvalószínűbb forgatókönyve, amit ilyen szakértők ötleteltek össze, nyilván ők sem voltak ott, az az, hogy amikor ott vásárolt a fickó, a kicsi kínai 1500-é, vett kígyót, meg denevért harapás szőrivel, és ezt úgy képzeljétek el, mintha bemennél a henteshez, ott is földdarabolják a cuccot, stb. És valószínűleg vérútján kapta el a figura, mit tudom én, hentes, bár bufketti a kígyót, zacsi, és valószínűleg ráfröccsenhetett ez a fertőzött vér, belement a szemébe, szájába, nem tudom én, volt valahol valami seb rajta és azon keresztül, de minden esetre a WHO a legvalószínűbb kezdeti fertőzési okot arra tudja visszavezetni, hogy ez valahogy arról az állatról bekerült véren keresztül az emberi szervezetbe. Ott valahogy még tovább mutálódott, és eljutottunk addig a pillanatig, hogy most már emberről emberre is tud cseppfertőzés útján terjedni. Ha ez nem lenne elég, ez mai hír, hogy most már nem csak cseppfertőzés útján terjed, vagy lehet, hogy régen csak cseppfertőzés útján terjed, csak most jöttek rá, hanem kajával, emésztőrendszeren keresztül is tud terjedni, úgyhogy senki ne legyen túlzottan nyugodt. Ha nem trüsztök telibe egy kínai turista csoport, akkor is lehet, hogy szarba vagy. No. Hogy telt el két hónap? Jó, most már minden nagyjából tele van ilyen információkkal, de amikor kezdődött, azért szokás szerint a kínai állam ezt megpróbálta a saját hatáskörébe szervezni, intézni, és gyakorlatilag a hongkongi tudósítók, riportereken keresztül került ki először így a nagyvilágba, mert hát ezekre a szuper rendszerekre ugye eléggé jellemző, mint a kínaira is, hogy nem annyira szeretik nagy dobra verni, hogyha valami szar van a palacsintába. Úgyhogy, mint a előző koronavírust, a SARS-t, ezt is megpróbálták az elején, hát oly, nem lesz baj, ugyan már. Hál' Istennek a magyar kormány is kb. Pont ugyanezen az állásponton van. Hát mi baj történhet? Hát ugyan már. Na, hogy mit lehet tudni erről a vírusról, és mi az, amiért beszélünk róla, már azon kívül, hogy Mala be van szarva, mint az állat, az az, hogy ellentétben például a szárszal, nem? Na, ha szarul mondom ki, akkor azért bocsánatot kérek, jó? Tehát ilyen profin tudom kiejteni az angol szavakat, ez van. Tehát azzal ellentétben ez két hetes lappangási idővel rendelkezik, és közben fertőz. Tehát az, hogy neked kutya bajod nincs, az nem jelenti azt, hogy nem lesz, vagy nem terjeszted. Ezért is szuperek azok az intézkedések, amiket főleg reptereken vezettek be, hogy
hőkamerával nézik az utasokat, van-e közöttük lázas, ugye? Nincs lázas, hát akkor mi baj történhet? Hiszen, hogyha nem 14 nappal ezelőtt kaptál, csak mondjuk 5, akkor éppen nem lázas, mind meghalunk. Tehát, hogy én föl sem tudom dolgozni, tehát hogyha ilyen megoldásokat használnának egy katasztrófa filmbe, ami mondjuk ilyen vírusos film lenne, én kinyomnám a filmet, hogy nem hiszem el, hogy ennyire hülyék. Biztos. Tehát, ez egy egypontos film, mert ez katasztrófa. És közben meg ez a valóság, mert az nagyon jó. Oké, mit okoz ez a vírus? Hát gyakorlatilag hasonló tünetei vannak, mint az influenzának. Bele lehet halni az influenzába is egyébként. Erről van egyébként egy szuper kis kép, hogy hányan haltak bele, meg hányan nem. Majd ezt is kifejtem. Tehát láz, nehéz légzés, veseelégtelenség és hasonló tünetek, mint az influenzánál igazándiból. És hogy akkor miért vagyok pánikban, hiszen influenzában is meghalnak egy csomóan a világban gyakorlatilag évről évre. Hát azért, mert hogy ők azt mondják, hogy ennek a vírusnak 2%-os a halálozási rátája, vagy 2,5. Kevesebb, mint az influenzájé. Hát akkor próbáljátok meg kihozni ezt a 2%-os értéket a látott adatokból, amiket nem én szoptam ki a kisujjamból, hanem ez valid. Tehát 305-en haltak meg bizonyíthatóan ebbe a vírusba. Na most mondhatod azt, hogy az egész világon 305 halált ki, nem szarja lehet ugyanne. Na de, ez még csak most eredet, hogy nyugodjál meg, majd beszéljünk erről egy-két hónap múlva. Amikor már lehet, hogy ez a stream lesz az egyetlen egy fellehető felvétel, és zombi hordák fognak hömpölni az utcán. Te meg az utolsó konzervért lövöd a szomszédot. Na, tehát, hogy 305-en haltak meg, és 348-an épültek föl. Na most, ebből a két értékből te ki tudod hozni 2%-ot, mondjuk az 50 helyett. Jó, nem pont 50, de közelebb van az 50-hez, mint a 2-hez egy kicsivel. Akkor megrapsolnak. Ezen egyébként én is rengeteget gondolkoztam, vajon nekik hogy jött? Erre egyetlen egy magyarázatom van, ami nyilván nem biztos, hogy így van. Ha te tudsz egy jobb magyarázatot, akkor szóljál. Tehát megfogod az összes embert, aki elkapta, akikről még nem tudod, hogy mi lesz a vége. Fölépül, nem épül föl, meghal, úgy marad, nem tudom, elpárolom. 14.628, és ennek megnézed, hogy hány százaléka, aki meghalt. Ebből se jön ki a 2%, de közelebb lesz. Szóval nekem igazániból ez a halálozási ráta, ez a 40-50 környékének tűnik. Ami viszont nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok. Illetve, ami még beszokott folyásolni egy vírus terjedését, illetve hogy mennyire veszélyes, az az, hogy egy beteg hány ember tud megfertőzni? No, bizonyítható tény, hogy egy ilyen koronavírusos nyomorult kínai, bocsánat a kínaiaktól, nem rájuk haragszom, csak az életre, 14 orvostápolót, ilyesmit tudott megfertőzni egy kórházba. 14-et. Az nagyon szép nagy szám. 2 hét lapfongási idővel állhatjuk ebbe így kán is belegondolni, már kiüti a biztosítékot, ezt tuti. Na, egyébként a képről még egy pár apróság, tehát hogyha megnézitek, akkor gyakorlatilag ez már mindenhol ott van a világon, Amerikában, Németországban, Olaszországban, Britanniában, Spanyolországban is találtak ott. Az a pötty az óceánban, az nem az óceánban van, az a sziget megnéztem, csak hogyha így kizumulok, hogy nagyjából rajta legyen a teljes földgolyó, akkor nem látszik a sziget. Most nyilván Ázsiában mindenhol, Japán, stb. Az már teljesen tele van minden. És még egyszer hangsúlyoznám, hogy ezek a biztos kórházban diagnosztizált tuti, hogy ezt a vírust kapták el betegek. Na most, hogy hányan lehetnek azok, akikben még mondjuk lappang, mert nem 2 hete fertőződtek meg, csak néhány napja,
Vagy el se jutnak orvoshoz, mert otthon fekszik lázasan. Én is volt olyan, hogy feküdtem itthon lázasan, és kurvára nem mentem el orvoshoz. Szerintem ezzel más is így van. Főleg, mit tudom én, szegényebb régiókban. Az orvos lehet, hogy csak fölírja neki a szokásos influenzára a cuccot, azt hogy menjen. Így még te is járhatsz Magyarországon, és nyugodjál meg. Tehát csak arra akartam célozni, hogy ez a 14.628-as szám, ez annyira csúnyán alul van lőve, hogy azt te nem tudod elképzelni. Most mondok egy példát. Mit tudom én, Németországban találtak lesek 8-at, ez néhány napja még csak egy volt, hogy ez azt jelenti, hogy kórházban 8-an fekszenek, akiknél megállapították. Mondjuk 5 nappal ezelőtt hány emberrel találkozott ez a fickó, abból a hány emberből hány kapta el, az hánynak adta tovább, ez leghamarabb 2 hét múlva fog kiderülni. Mert addig nem jelentkeznek a tünetek. Na, ha beszéljünk egy kicsit Magyarországról, ott még nincsen ilyen piros pötty, hát ide a bökőt, hogy már itt is van, de nyilván még nem mutatták ki. Ugyebár a Ferihegyi reptéren csak úgy vagy az utasforgalom, elég egy jó képű kínai, aki letrüsszögi a környéket. A Gödi Samsung gyárba karantén van bevezetve, ez azért van, mert megjöttek a kis kínai munkavállalók, leszálltak, átbumlisztak Budapesten, gondolom nem mindegyik limuzinnal ment a szallag mellé dolgozni, úgyhogy BKV vonat, mit tudom én, hogy lehet Gödre eljutni. Szépen lementek, és ott a helyi munkások úgy gondolták, hogy ők nem annyira szeretnének a kínaiakkal együtt dolgozni, hát ha elkapják ezt a cuccot, tehát nem az ANTS, nem a nem tudom én micsoda, hanem ott a cég vezetés döntött úgy, hogy karanténba helyezi ezeket a kínai munkavállalókat, hogy ne legyenek össze zárva a többiekkel. Most én nyilván nem tudom, hogy van-e közöttük beteg. Ha lenne, szerintem nem vonnák be. De ez már nyilván az én továbbképzelésem. De hogyha mondjuk van, és ezek keresztül bumisztak egész Pesten, Gödig, vonattal, stb. Hát akkor ugye van egy szomorú rossz hírem. És rengeteg ilyen történet van egyetemtől kezdve, hogy jöttek vissza vizsgázni Kínából, stb. Nyilván egyiknél sem bizonyítható, hogy volt koronavírus, és legyünk bátrak, jelentjük ki, hogy nem volt, és akkor tök jó boldogság. De azért azt hinni, hogy azért, mert itt Európából, Kárpát-medencéből, Magyarországon vagy, szerintem lesz. Tehát, hogy ezt nem tudom, hogy lehetne elkerülni. Most gyakorlatilag azoknak, akik értenek hozzá, és a WHO-nak dolgoznak, és mondjuk ilyen szakértők, azoktól is egyre inkább, az elején azt mondták, hogy nem veszélyes, most már inkább azt nyilatkozzák, nagyon bánják, hogy hetekkel ezelőtt nem minősítették nagyon veszélyesre ezt a vírus, csak közepesre, illetve az ilyen virológus is azt mondta, hogy valószínűleg ezt már nem lehet megállítani, ez el fog terjedni, igazándiból valószínűleg ezzel ugyanúgy együtt kell majd élnünk, mint a influenzával, a HIV-vel, vagy mit tudom én, bármelyik ilyen roppant színvonalas vírussal, fertőzéssel. A kérdés az igazándiból az, mennyi idő alatt találnak majd erre oltást, ellenszert, gyógyszert, mi egymást. Nyilván elég komoly erőforrást fordítanak a történetre, viszont senki ne higgye azt, hogy jövő hétre lesz. Tehát én olyat hallottam, hogy talán jövőre. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon optimista bestészek azt mondják, hogy mondjuk fél éven belül, tehát mondjuk, mit tudom én, júliusra, nyár közepére, talán esetleg eljutnak odáig, hogy lesz ebből valamiféle vakcina. Hát szóval szomorú dolgok ezek. Szerintem ez
sokkal komolyabb onnál, mint ami ennek veszik. Ne legyen igazam, én leszek a legnyugodtabb. Úgyhogy ez van. Esetleg még egy kis színest így a végére, hogy mennyire gazemberek az emberek. Ugyebár Ázsiában amúgy is szoktak ilyen maszkot meg mi egymást hordani, és most iszonyatosan döbbing van, ugye ott sokkal komolyabban veszik ezt a vírust, mint a, mondjuk én, vagy ti. És mindenki próbál annyi maszkot venni, amennyit csak tud. És hát kezdenek elfogyni a készletek, most gyakorlatilag gondolj bele, hogy hány ember akar hirtelen pluszba maszkot venni, és erre nyilván senki nem volt ott fölkészülve, hogy hirtelen, tudom én, a ezerszeresét akarják megvenni az emberek a masznak, mint amennyit eddig tartottak. És roppant hiány van belőle, fölment az ára, és most jön a szuper. Vannak élelmesek? Összeszedte a vadparaszt, bazd meg, a földről a használtad? Ő nem aggódott, hogy elkapja, lényeg a leóvé, nem? Összeszedte. Javazmény. És árulta újnak. Na most gondolj bele. Bazd meg. Szóval azért az emberiség ki tud tenni magáért, ha akar. Nos, tényi lett volna. Azt nem mondom, hogy remélem, hogy tetszett, mert akinek ez tetszett, az valami halálszektás őrült. De igyekeztem összeszedni az információkat, amit nem feltétlenül tolnak bele az arcodba. Főleg akkor nem, hogyha tévét nézel, főleg akkor nem, hogyha M1-et nézel. Mindegy. Mala voltam. Remélem még találkozunk az apokalipszis vége előtt is. Sziasztok!